Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! 3,2 milliárd forintra becsülik a bérpalota felújításának költségét. Jó az öreg a háznál! Bach-kantáták csendültek fel az Orfeó zenekar és a Purcell kórus tolmácsolásában. Közös gondolkodásra, egyeztetésre hívja Makóváros önkormányzata a bérpalota társtulajdonosait annak felújítása érdekében. Az impozáns épület meglehetősen rossz állapotban van, mára szinte lakhatatlanná vált. Utoljára 1982-ben újították fel, akkor sem szakszerűen. Még a szeptemberi rendes testületi ülésen mutatták be a grémiumnak a bérpalota felújításának látvány és koncepció terveit. Akkor azonban több képviselő is kérte, hogy készítsen az építésziroda pénzügyi és időbeli terveket is. Ez el is készült, melyből kiderült. A felújítás becsült költsége bruttó 3,2 milliárd forint, és 7 szakaszban lehetne megvalósítani. Először el kell készíteni az engedélyezési és kiviteli terveket. Majd kezdődhet a tető, a közművek, a külső, majd a belső homlokzat, az udvar, végül a pince rekonstrukciója. A korábban bemutatott látványtervekből kiderült, amennyire lehetséges, szeretnék az eredeti állapotot helyreállítani. Zeitler Ádám önkormányzati képviselő aggodalmát fejezte ki a beruházás költsége miatt. Szerinte komoly kérdést vett fel, hogy azt hogyan és miből lehet megvalósítani. Erre válaszul Farkas Iva Erzsébet polgármester elmondta, folyamatos egyeztetéseket folytat a város vezetése a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, és reményeik szerint a fürdőfejlesztés kapcsán tudnak majd az impozáns épület felújítására is pályázatot benyújtani. Ezt megelőzően azonban a társasház képviselőjével és az épület társtulajdonosaival is sor került több megbeszélésre, ahol igyekeznek majd közösen gondolkodni a megoldásokon. Én mindenféleképpen azt fogom javasolni a társtulajdonosoknak, illetve a közös képviselőnek, illetve azok jogi képviselőinek, hogy a kormányzati elképzeléseket és talán majd a döntést, az, hogy Makóvárosa valóban kiemelt turisztikai övezet lesz, ezt mindenféleképpen várjuk meg, nézzük meg ott a lehetőségeket, hogy a belvárosi rehabilitációban ennek köszönhetően mi az, ami majd megvalósulhat, és ezután kezdjünk el abban gondolkozni, hogy akár hitelkonstrukció, vagy önerő és egyéb pénzügyi forrásoknak a biztosítása, felkutatása az épület megújítására hogyan lehetséges. A jelenlegi ütemterv szerint egyébként, ha sikerül 2020-ra eljutni addig, hogy már kiválasztják a kivitelezőt, akkor 2021-re el is készülhet az épület felújítása. Makó mindenképpen nyertes, hiszen jó az öreg a háznál, emelte ki Lázár János országgyűlési képviselő az Idősek Világnapja alkalmából szervezett önkormányzati rendezvényen. A város vezetése ugyanis közel 800 szépkorút látott vendégül a jeles napon, akiket Farkas Éva Erzsébet polgármester is köszöntött. A mintegy 24 ezer lakosból álló marosmenti településünket 6565 éven felüli teszi egészé. A város kiemelt figyelmet fordít rájuk, különböző támogatási rendszerekkel és számos programmal, mint például a sütisütő versennyel vagy az Idősek Világnapjának megünneplésével. Az utóbbi alkalomból fejezte ki háláját Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntő beszédében. Elmondta, az idősbarát önkormányzat díjjal is elismert városunk kiemelt célja, hogy támogassa szépkorúit, erősítse a korosztály testi-lelki aktivitását és közösségi szerepvállalását. Idősek Világnapja 1991 óta minden évben nagy-nagy szeretettel és tisztelettel emlékezünk meg országos szinten, sőt mondhatjuk azt, hogy nemzetközi szinten az idősebb generációról. Szeretnénk kifejezni hálánkat a törődésük tekintetében, szeretnénk megköszönni azt a sok-sok kedvességet, szeretetet, azt az évtizedekre visszatekintő munkát és áldozatot, amit családjaikért, egy-egy település, egy-egy város közösségért hoztak az elmúlt években. Jó az öreg a háznál, hangoztatta többször is Lázár János országgyűlési képviselő a délutánon.
Kiemelte, minden idős embert meg kell becsülni, hiszen ők azok, akik előttünk jártak és felépítették mindazt, aminek ma mi vagyunk a haszonélvezői. Szerencsés Makó városa, hogy ennyi tisztességben, becsületben, munkában megőszült ember üli körbe az asztalt, akiknek a tapasztalatára, a bölcsességére, a józanságára, a kitartására, a lokálpatriotizmusára, a város szeretetére és a haza szeretetére nagy szüksége van Makó városának és az országnak. Köszönet érte, hogy ennyi tisztességben, becsületben megőszült ember van itt Makó városában, akik vállalják, hogy magyarok, vállalják, hogy makóiak, vállalják azt, hogy segítik és támogatják ezt a közösséget. Szóval Makó mindenképpen nyertes, hiszen jó az öreg a háznál. A rendezvényen közel 800-an vettek részt. A makói nyugdíjas klubok mellett érkeztek a kistérségből is. Kári Sándort felesége kísérte el. Mint megtudtuk, bár ő egyik közösségnek se a tagja, nagyon szereti a városi programokat. Az utóbbi években rendkívül sokat gazdagodott Makó kulturális élete. Nem csak a kupola alatti hangversenyekre gondolok, a színházi programokra, minden egyébre. Tényleg, én már közel 20 éve élek nyugdíjasként Makón. Tudnék, a feleségem, aki nem akar nyilatkozni, ő a makói. Én csak gyűjtment vagyok, ha szabad így mondani, de jól érzem magam Makón. Nagyon szeretek Makón élni. A klubok vezetőinek munkáját Farkas Éva Erzsébet és Lázár János ajándékcsomaggal köszönték meg. Az ízletes vacsora mellé a makói születésű Szilágyi Éva és kollégái színvonalas operettprodukciót hoztak el, emellett a Maros Tánc Együttes is fellépett. Hálával és köszönettel tartozunk az időseknek a közösségért hozott áldozataikért. Ezt már az Egyesített Népjóléti Intézmény két klubjában tartott ünnepségen hangsúlyozta Farkas Éva Erzsébet polgármester. A rendezvényen az intézmény finom ebéddel és süteménnyel vendégelte meg tagjait. Az előző évekhez képest az idén rendhagyó módon ünnepelte meg az idősek világnapját a Munkás utca és a Királyhegyes utcai idősek klubja. Míg eddig a koronában gyűltek össze, most az egyes és kettes számú intézményeikben, saját környezetükben tartottak rendezvényt. A jó hangulat természetesen így is megvolt, a meleg időnek köszönhetően sokan az udvaron beszélgettek a Munkás utcai klubban. Az időseket Farkas Éva Erzsébet polgármester is meglátogatta, aki az ebéd előtt mondott köszöntőt a jelenlévőknek. Törődést kaptunk önöktől, rengeteg kedvességet, szeretetet, munkát, amellyel előrébb vitték a városnak az életét, és természetesen óriási áldozatokat hoztak. Mérhetetlenül nagy áldozatokat hoztak, amikor esetleg a család, nevelés és a munkálatok mellett fontosnak tartották, hogy a város közössége is fejlődjön. Hálával és köszönettel tartozunk ezért önöknek. Az eseményre nagy örömmel látogattak el a klubtagok és a gondozottak, akik hálásak voltak, hogy gondoltak rájuk. Horváth Tamás a kettes számú klubnak a tagja már több mint 10 éve. Televíziónknak elmondta, nagyon örül annak, hogy egy csoport része, ahol közösek a témák. A fiatalságról, a jelenkorról, az unokákról, a napi politikáról, stb. Mindenről úgy általában. Milyen gyakran jönnek össze? Hát szinte heti rendszerességgel. Úgyhogy mindig van valami program, vagy darabolunk valami dísznek valót, meg hát különböző foglalkozások vannak. A délután folyamán azt is megtudtuk, az ENI klubjai összesen 60 fővel működnek, de programjaikra mindig érkeznek vendégek. Engedélyezett létszámunk mind a két helyen 30-30 fő, de van várólistánk. Tehát vannak olyan nyugdíjasok, szerencsére a városban, akiket jelenleg klubtagként nem tudunk felvenni, de ők is rendszeresen részt vesznek a rendezvényeinken, ugyanúgy a kirándulásainkon, mert ők a későbbiekben majd klubtagok lesznek. Nem küldünk el senkit, nem utasítunk el senkit, mindenkit szívesen fogadunk. A világnap alkalmából ajándékkal is kedveskedtek a megjelenteknek, ezt követően pedig kötetlen beszélgetéssel zárták a napot. Állatsimogatás, traktorozás, fajta bemutatók és különböző tanácsadások. Csak néhány azon lehetőségek közül, amiken részt vehettek kicsik és nagyok, a 4. alkalommal megrendezett kiskertész napon a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola szervezésében.
Szombaton több mint 200-an szerettek volna betekintést nyerni a mezőgazdaságba és a kertészetbe úgy, hogy közben kellemesen kikapcsolódnak. A már hagyománynak számító kiskertész napon a szervezők mindig arra törekednek, hogy a mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységeket és szakmákat a lehető legközelebb hozzák az érdeklődőkhöz. Mint a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola igazgatójától, Horváth Zoltántól megtudtuk, a rendezvénynek több célja is van. A rendezvény célja az, hogy bemutassuk a tankertet, de igazából ez a rendezvény az, ahol elkezdjük a beiskolázási tevékenységünket. Itt inkább ilyen családi napba hajló módon eljöhetnek, megnézhetik a szülők, hogyha ide fölvételizik a gyermekük, akkor milyen körülmények között tanulnak, de nyilván akik nem ide szeretnének jönni, azokat is nagyon szívesen látjuk, hiszen egy leendő önfenntartó kertészet működésébe betekintést nyerhetnek, gyümölcsös, szőlészet, fóliaházak, gépészet, állattartó részek, és minden, ami egy ilyen kis telepnek az életéhez hozzátartozik, az nyitott a részükre. Hozzátette, több módon is megpróbálták felkelteni a gyermekek érdeklődését, állatokat simogathattak, utazhattak traktorban, kertészkedhettek, de még a tehénfejést is kipróbálhatták. Eközben a szülők sem unatkoztak, szakmai tanácsadásokon vehettek részt, többek között a növényvédelem vagy a meccés témakörében is gazdagodhattak hasznos információkkal. Az érdeklődők száma évről évre nő, ez magyarázható azzal is, hogy a mezőgazdaság mint ágazat egyre inkább felértékelődik. Az utóbbi időben ez változik. Tehát kezdik felismerni az emberek azt, hogy mennyire nagy jelentősége van annak, hogy a saját konyhánkról vagy ismert helyről, ellenőrzött forrásból származó élelmiszereket fogyasszanak. Ennek az elsődleges forrása természetesen mezőgazdasági termelés. A Makó környékén 22 ezer hektár termőföld van. Ennek a megmunkálása, ezen való munka az a közeljövő generációját fogja terhelni. Úgyhogy valószínű, hogy ez a tendencia, amit látunk, hogy nagyobb az érdeklődés, ez ennek köszönhető, hogy ezt kezdik felismerni a szülők. A nap folyamán sor került az országos szervezésű legszebb konyhakert verseny helyi díjazottjainak kihirdetésére, de az iskola alapítványának két újonnan alapított elismerése is gazdára talált, ezeket a tankertben legeredményesebben dolgozó diákok vehették át. Szász Dániel is a kitüntetettek között volt, jövőbeni terveit stábunkkal is megosztotta. Egyértelműen gondolkodtam, hogy persze, hogy tovább szeretnék menni majd egyetemre. Az is biztos volt, hogy érettségizni is szeretnék majd a szakma után. És aztán most már teljesen kialakult bennem, hogy kertészmérnök szeretnék majd lenni, hogyha teljesen végzek. De itt a Galamba érettségig maradok, utána majd megyek egyetemre. A rendezvényen több helyi termelő is képviseltette magát. Deák Szilvia sajtkészítő és Batik Vilmos méhész portékáját is szemügyre vehették az érdeklődők, de Sisák Tibor burgonyaféle bemutatója iránt is nagy volt az érdeklődés. Én már második alkalommal örvendeztette meg a makói közönséget az Orfeó zenekar és a Purcell kórus Vashegyi György Liszt Ferenc díjas karmester vezényletével. A zenevilágnapja alkalmából Bach kantátákat hallhatott a nagy érdemű tegnap este a Hagymaház színpadán. A hangverseny Slavko Orsolya evangélikus lelkésznő nyitotta meg, aki beszédében Ezékiel prófita igéjén és egy tanulságos történeten keresztül alapozta meg az ünnepi hangulatot. Ezt követően Johann Sebastian Bach négy kantátája csendült fel. A művek egyházi ünnepekre írottak, amelyek évente csak egyszer szólaltak meg Lipcsében, mivel a Tamás templom kántora Bach volt. A luteránus egyházi zenének a sajátossága volt, hogy a művészetet, a zenét olyan erőteljesen bevitték a prédikációkba, hogy az ige magyarázata, értelmezése a zene legmagasabb eszközével történt meg. Négy kantátát hallunk, az első kantáta az Istenben való bizalomról szól, hogy adjuk át magunkat teljesen Isten irányításának. A második kantáta az tulajdonképpen egy vigasztalás, tehát hogy miért buslakodsz én szívem. A szünet után a következő mű az a képmutatás ellen szól, és a bűnös helyzetéből való irgalomért fohászkodás, és a záró kantáta pedig egy különlegesen érdekes kantáta, az volt a második mű, ha jól emlékszem, amelyet Johann Sebastian Bach a Tamás templom karnagyaként 1723. júniusában bemutatott, és ez a Die Himmel erzählende Ehre Gottes, tehát az egek Isten dicsőségét hirdetik, tehát a teremtett világ tulajdonképpen tanúbizonyságot tesz a teremtő létezésről, ez egy nagyon szép és izgalmas kantát. A karmester személyes véleménye, ezek a szövegek aktuálisabbak ma, mint valaha.
ezzel együttvéve modernebbek, mint például sok romantikában írt költemény. A régi 17.-18. századi szövegek közül sokat személyesen Luther Márton írt, és ezeket a közönség kivetítőn követhette magyarra fordítva. A hangverseny különlegessége volt, hogy barokk korabeli hangszerek is megszólaltak. Kisebb részben eredeti vonós hangszerek, nagyobb részben kópiák, tehát másolatai fennmaradt múzeumokban őrzött hangszereknek. Hallatnak például barokk oboát, barokk oboada mórét, barokk oboada kaccsát, barokk trombitát, trombada tirarsit, tehát trombita, harsona elven működő barokk tolótrombitát. Ezek nagyon speciális hangszerek, ezt a hangszert például mi építettük meg először Magyarország, külföldön, de mi vagyunk az első zenekar, amelyik ilyen hangszert használt, mert szükség van a hangszerre Bach műveneik az előadásában. Viola da gamba szóló is lesz, tehát ez egy nagyon izgalmas és színes, gazdag repertoár. Így elmondható, hogy az egyedülálló formáció tolmácsolásának, az Orfeu zenekarnak és a Purcell kórusnak köszönhetően különleges élményben részesülhettek a makóiak a Zene Világnapja alkalmából adott ünnepi hangversenyen. Hosszabb összefoglalónkat október 4-én Társalgó című kulturális magazinunkban láthatják. Most pedig lássuk kiemelt híreinket, még egyszer röviden. 3,2 milliárd forintra becsülik a bérpalota felújításának költségét. Jó az öreg a háznál. Bach kantáták csendültek fel az Orfeu zenekar és a Purcell kórus tolmácsolásában. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, majd látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 16 perctől Társalgó című színes kulturális magazinunkat tűztük műsorra. 18 óra 45 perckor a Kemencés ételek című gasztromagazinunkat láthatják. 19 órai kezdettel Hírextra című hírháttér magazinunkat tekinthetik meg. 19 óra 15 perctől pedig a Lélek szárnyán a kávéval című portréfilmünk következik. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!